modernebb eszközpark, új lélegeztető és altató gépek a megye kórházaiban. Ünnepi készülődés, az Éfóész újfehértói intézményében is készülnek a karácsonyra. Sportszer csomagot kaptak a csillagszemúvisok, közel 5 millió forintból vásárolhatott eszközöket a Nyírszőlősi intézmény. Több mint 200 új eszköz került a megye kórházaiba. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ támogatásával megvalósult géppark fejlesztés keretében a 15 évnél idősebb altató és lélegeztető gépeket cserélték le, mellyel több intézményben vált biztonságosabbá a betegellátás. Az anesteziológiával, vagyis altatásos érzéstelenítéssel foglalkozó szakemberek egyik fontos eszköze az altatógép. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház tagintézményeiben összesen 38 helyen használnak ilyet. Számukra jelent nagy segítséget az az eszközpark fejlesztés, melynek keretében 16 altatógépet is beszereztek a közelmúltban. Nem csak a műtőkben alkalmazzák az altatógépeket, vagy az altatásos beavatkozásokat, hanem olyan eljárásoknál is egyre nagyobb igényként jelentkezik az altatásban végzett beavatkozás, mint például egy kolonoszkópos vizsgálat, egy vastagbéltükrözés. Tehát egyre nagyobb a klinikum igénye az altatásban végzett beavatkozásokra. A beruházás részeként 12 lélegeztetőgépet is vásárolt az intézmény. Ezeket az intenzív részlegeken dolgozó orvosok használják, olyan betegek ellátásában, akik önállóan nem tudnak lélegezni. Bár korábban volt már fejlesztés, ezek a gépek gyorsan amortizálódnak, így az eszközpark elavulttá vált. Ezért volt szükség a 15 év feletti respirátorok újakra cserélésére. Folyamatosan szeretnénk ezt tovább bővíteni, ezt a cserét megvalósítani. Ez egyébként az Állami Egészségügyi Ellátó Központát, ami fenntartunk pályázati forrásából sikerült megvalósítani. Országosan ez egy program, tehát ezen belül ezeket a gépeket most ki tudtuk cserélni. Gyakorlatilag mindig ezeken a gépeken van egy-egy újabb lehetőség, tehát még modernebb és még biztonságosabbá tenni, de azt én elmondhatom, hogy azért a kollégáim föl vannak készülve ezeknek az új gépeken történő munkára is. Az összesen mintegy 200 millió forintba kerülő új eszközök beszerzésével a megye több kórházában vált biztonságosabbá a több szervi elégtelenségben szenvedő betegek ellátása. 50 főnek biztosít ellátást és fejlesztést az Éfóész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének újfehértói intézménye. A gyerekek és a felnőttek egyaránt készülnek a karácsonyi időszakra, betlehemes játékkal lépnek fel különböző évvégi rendezvényeken. A verstanulás és a kreatív feladatok egyaránt segítik a gyógypedagógusok fejlesztő munkáját. Karácsonyi díszek készülnek Újfehértún a Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központban. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is készül az évvégi ünnepekre. Gipszeket festenek és ajándékkártyákat díszítenek. Reggel megérkezünk, elkeltünk a munkához, készülünk az ünnepekre, ilyen verstanulás, meg ilyen betlehemes játékok szoktak előadjuk, meg dolgozunk is mellette, festünk gipszeket, koszorúkat csinálunk. Jelenleg 30 értelmi fogyatékos gyermeknek és fiatalnak biztosítanak nappali ellátást. Emellett körülbelül 20 gyermeknek egyéni fejlesztés keretében korai fejlesztést, valamint fejlesztő nevelési oktatást biztosítanak gyógypedagógusok segítségével. A hétköznapi feladatok mellett nagy hangsúlyt kapnak az ünnepi készülődések is, így jelenleg az adventi ünnepkör. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő fiatalok a munka során különböző asztal- és karácsonyfadíszeket készítenek, különböző technikákkal, de egy ünnepi produkcióval is fellépnek majd az évvégi rendezvényeken, ahol verseket szavalnak és dalokat énekelnek a fiatalok. Az intézmény saját karácsonyi ünnepségére is betlehemes játékkal készülnek. Nagyon jó hangulatban telik, és ugye nekik is amellett, hogy ugye otthon készülnek a karácsonyra,
így az ünnepi hangulatot ide az intézménybe is behozzuk ezáltal. És hát a változatosság is nagyon fontos, hogy a napi munka mellett azért más dolgokkal is foglalkoznak. Fejlesztésképpen is jó, hogy verseket, szövegeket tanulnak, énekelnek. A fiatalok december végéig minden nap foglalkoznak a karácsonyi versek tanulásával és az ünnepi díszek készítésével. Közel 5 millió forintból vásárolhatott sporteszközöket a Nyírszülősi Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézménye. Ezt az összeget a város minden önkormányzati óvodája megkapja. A 35 oktatási intézmény között az adott évben sportfejlesztésre szánt összegből fennmaradt részt osztják szét karácsonykor. Karácsonyi verssel készültek a nyírszülősi óvisok, ezzel köszönték meg az újonnan kapott játékokat. A nyíregyházi önkormányzat 35 óvoda között osztja szét karácsony előtt azt az összeget, amely az adott évre szánt sportcélú felhasználásból megmarad. A program 2015-ben indult, azóta jelentősen megnőtt a felhasználható keret. Még 2015-ben 1,4 millió jutott egy óvira, most ebben az évben idén 4,9 millió, tehát ebből már lehetett nagyobb dolgokat is venni, és azért fontos az, hogy ne csak az óvoda az épület felújítása, hanem a gyerekek mindennapjaihoz szükséges játékok, sporteszközök is legyenek. Ezt is elkezdtük már több éve, hogy a pénzügyi lehetőségeink engedték, kültéri játszótereket, eszközöket kaptak az óvodák, bölcsődék is, most pedig ez a sportakció folyik. A nyírszülősi óvoda a korábbi években futóbicikliket, rollereket és labdákat vásárolt, most pedig két kültéri trambulinnal is gazdagodtak, amelyet tavasztól késő őszig használhatnak a kicsik. Az intézmény udvarán óvi foci pálya is van, ez is segíti a gyerekek egészséges életmódra nevelését, ahogy a most vásárolt mozgásfejlesztő eszközök is. Szemkész szemláb koordinációját, a mozgás koordinációját, az alkalmazkodó képességüket egymáshoz, mert ugye egyszerre több gyerek használja a trambulint, és tehát alkalmazkodni kell egymáshoz, hogy meg tudják tartani az egyensúlyukat. Vigyázniuk kell egymás és saját testi épségükre is. Emellett természetesen ott vannak az óvodapedagógusok, akik odafigyelnek erre, és a megszokott tudatosított szabályokat, még ha szükséges, akkor menet közben is tudatosítják, vagy felhívják a gyerek figyelmét erre a balesetek elkerülése érdekében. Az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézménye elsőként kapta meg a játékokat, a következő napokban pedig a többi intézmény is átveheti a saját igényei szerint vásárolt sporteszközöket. Áruházi gyűjtések során és iskolai, óvodai kampányokban is tehetünk felajánlásokat karácsony előtt. A Vöröskereszt arra kéri a segíteni vágyókat, hogy az élelmiszerek lejárati idejét mindig nézzék meg, mielőtt odaadnák azokat. Az adománynak szánt játékok pedig ne legyenek töröttek, hiányosak vagy szakadtak. Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen érzik úgy, hogy segíteni szeretnének a rászorulókon. A különböző karitatív szervezetek segítenek abban, hogy összegyűjtsék és célba juttassák az adományokat. A Magyar Vöröskereszt elsősorban tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodó szereket vár a felajánlóktól, akik koruktól függően többféle módon segíthetnek. Elindítottuk az iskolai, óvodai adománygyűjtő kampányunkat, amiben a legkisebbeket és az iskolásokat szólítjuk meg, természetesen rajtuk keresztül a szülőket is, hogy egy pici adománnyal, csak egy kis aprósággal, ha hozzájárulnak egy adománygyűjtő akcióhoz, abból több száz csomag készíthető el és jut el a rászorulókhoz, hogy nekik is szép vagy szebb legyen a karácsony. Másrészt ugyanezt az adományozást megtehetik a székhelyünkön, a Malom utca 3 szám alatt, illetve a nagyobb városainkban, a területi irodáinkban, ahova szintén várjuk ugyanezeket az élelmiszereket. Fontos, hogy az adakozók minden esetben ellenőrizzék le a szavatossági időt az élelmiszereken, azok lehetőleg hosszú lejáratúak legyenek.
Azt is érdemes tudni, hogy saját készítésű finomságokat nem vehet át a Vöröskereszt, csak ellenőrzött termékeket adhat tovább. A szervezet munkatársaival egyébként a következő hetekben több áruházban is találkozhatunk. Én arra kérem a adományozókat, hogy ha látják, hogy a Vöröskereszt is gyűjtés szervez, vagy éppen azon az adott napon, december első hétvégéjén gyűjt, akkor vásároljanak egy kicsivel többet, hiszen ha mindenki csak valamit beletesz a mi bevásárló kosarunkba, az nagyon sok emberhez fog tudni eljutni. Nagyon sokan ajánlanak fel ebben az időszakban játékot, de az adakozókat arra kérik, hogy minden esetben csak tiszta, lemosott dolgot hozzanak, olyat, amit saját gyereküknek is szívesen adnának oda. Törött játékot, hiányos puzzle-t, szakadt mesekönyvet nem tudnak átvenni a Vöröskeresztnél. Ruhával is lehet segíteni, de ezeket a felajánlásokat inkább később várják. Az elmúlt időszakban ugyanis sok ruha halmozódott fel a szervezet raktárában. Közel 2 millió forintból épült új 8 férőhelyes kölyök ház az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai menhelyén. Az épületet az állatok karácsonyán adták át, ahol a látogatók közel 2 tonna tápadományt tettek a kutyáknak a karácsonyfa alá. Az aznap befolyt összegből 8 hőszigetelt kutyaházat is tudnak vásárolni a menhely dolgozói. Most még üresek az új kennelek a Csatorna utcán, de hamarosan kiskutyák veszik birtokba. A kennelekben elhelyezett házak infrafűtéssel rendelkeznek, a meleg megtartásáról pedig műanyag nyílászáró és hőszigetelés gondoskodik. A kölyök kutyák csak átmenetileg lesznek itt, így betegség esetén nem fertőzik meg a többieket. Májusban kezdődött ez az építkezés, az új kölyök karanténunknak az építkezése, úgyhogy az utolsó simítások azok ma hajnalban történtek meg a karanténon. Ezt ma átadjuk, ezt ugye gyakorlatilag majdhogy nem 100%-ban a látogatóinknak, illetve a támogatóinknak köszönhetjük. A kölyökház 1,7 millió forintba került, ebből 1,2 milliót adományokból gyűjtöttek össze, amelyből 500 000 egyetlen család adományozott a menhelynek. Ők szerettek volna a háttérben maradni, de az állatok karácsonyán újabb 250 000 forintot adtak a házikó projektbe, így az aznapi adományokból összesen 8 új hőszigetelt kutyaházat tudnak vásárolni. Az anyagi támogatás mellett természetesen az állatotthon lakói is kaptak ajándékokat, főleg tápformájában. Csak a kutyáknak közel 2 tonna száraz táp gyűlt össze. Évközben is rengetegen jönnek azért, főleg hétvégén sétáltatni adományokat hoznak, viszont ez egy olyan nap, amikor gyakorlatilag a legtöbb tápadomány érkezik, ezzel általában azért márciusig ki szoktuk húzni, tehát tényleg egy nagyon jó mennyiség szokott jönni. Tavaly évben körülbelül egy tonna, egy kicsit több, mint 1 tonna száraz tápadomány érkezett, plusz konzervek. Már most gyakorlatilag hetek óta érkeznek folyamatosan, hogy a csomagok, az ajándékok, aki nem tudott már eljönni, az korábban hoztak ide, jelezték, hogy jövő héten is fognak még érkezni, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ezt a hálát pedig 25 liter forralt borral, 100 liter forró teával, 10 kg hagymás zsíros kenyérrel és körülbelül 400 lángossal fejezték ki az Állatbarát Alapítvány munkatársai. Hétfő óta elérhető a külföldi nyelvtanulási program honlapja, ahol megjelentek a pályázati kiírások is. Ezekből kiderül, hogy a gimnáziumok vagy szakgimnáziumok tanulói egyedi vagy csoportos szervezésben is részt vehetnek a 2 hetes tanfolyamokon. Cserébe egy 40 órás intenzív nyelvtanfolyamot kell elvégezniük. Kizárólag olyan nyelvoktatásra lehet azonban jelentkezni, amit egyébként is tanulnak a gyerekek, írja a Magyar Nemzet. Az angol nyelvű képzéseken Anglia, Írország és Málta, német nyelvterületen pedig Ausztria és Németország lehetnek célországok. Emellett Franciaországban és a kétnyelvű iskolák esetében Kínába jelentkezhetnek a fiatalok. Az iskolai szervezésben utazó diákok mellé az intézményeknek kötelező lesz kísérő tanárt is biztosítani. A pedagógusok biztosításáról és utaztatásáról a pályázat kiírója gondoskodik. Ráadásul a tanárok ezen felül a 2 hétre további 500 000 forint munkabért is kapnak. A kormány 90 milliárd forintos keretet hozott létre a fiatalok külföldi nyelvtanulási programjára. Ez diákonként csaknem 2000 eurót jelent.
Aranyéremmel tért haza a kaposvári rövidpályás felnőtt országos bajnokságról Szurovcsák Ivett. A nyíregyházi úszónő az 50 méteres mellúszásban az olimpiai bajnok hosszú Katinkát megelőzve végzett az élen. Urbin Tamás tanítványa 100 mellen negyedik lett, mellette a két hatodik helyet szerző Hatházi Dóra és a nyolcadikként záró 4x100-as mixváltó jutott a döntőbe. Az elmúlt héten Kaposváron rendezték meg az úszók rövidpályás országos bajnokságát. A Nyíregyházi Sportcentrum 8 versenyzővel képviseltette magát, és sportolói összesen 5 döntőbe jutottak be a legjobb hazai úszókat felvonultató mezőnyben. A legnagyobb sikert Szurovcsák Ivett érte el, a Sportcentrum jelenlegi edzője Kovács Rita által 1996-ban 800 gyorsan szerzett aranya óta elsőként nyert felnőtt bajnoki címet nyíregyházi úszóként. Amit nem tudunk eleget hangsúlyozni, hogy 23 év után újra magyar bajnokunk van az úszásban, ugye Szurovcsák Ivett 50 mellen remek idővel, 30-70-nel, több mint egy másodpercet javítva a legjobb ilyen bajnok lett, megelőzve Katinkát, aki szintén a medencébe volt ekkor. 100 mellen negyedik helyezett lett, ami nagyon-nagyon jó idő volt szintén, óriási verseny volt minimális különbségekkel, illetve kiemelném a 100 pillangót és a 200 pillangót Hatházi Dórának, aki szintén 16 évesen ádöntőt úszott, és hatodik lett mind a két számban. Illetve volt egy váltónk, aki odaért a döntőre, ami ilyen erős mezőnyben szerintem nagyon jó, nyolcadikok lettek a 4x100-as mix váltóban a fiúk és a lányok. Ivett szombat délelőtt 30-96-os idővel hosszú Katinkát és Jakabos Zsuzsannát megelőző jutott a döntőbe. Délután 30-70-nel ismét hosszú előtt csapott a célba Urbin Tamás tanítványa. Már délelőtt első idővel jutottam be a döntőbe, és ráadásul nagyon jó időt is úsztam, tehát életem legjobbját, és nagy reményekkel mentem a döntőre, de nyilván tudtam, meg nem hittem el azért, hogy ezt meg lehet nyerni. Egyedül már ott a rajt előtt közvetlenül, és szerintem az segített főleg, hogy meg tudtam nyerni. Jövőre Budapesten rendezik a felnőtt Európa-bajnokságot, amelyen Szurovcsák Ivett mindenképp szeretne ott lenni. Hatházi Dóra számára pedig az ifjúság ebé lehet az év versenye. Dórinál az ifi korosztály utolsó éves. Tehát ő most érte el az ifi ebé csúcsára, ők az idősebbek. Tavaly is fiatalként, idén is fiatalként versenyzett. Dóri 100-200 pillangó mindenképpen döntős és éremvárományos. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon jó felkészülés, akkor ezzel az idővel akár még a gyors úszó számokban is ott lehet, illetve a válogatottban mindenképpen váltóban számítanak rá. Tehát egy nagyon-nagyon komoly program elé néz az ifi EB-n. Ivett pedig a felnőtt EB-re készül ezzel az 50 méteres eredménnyel. Én azt mondom, ez hosszú pályán ez magyar csúcs, nem is kicsi. Hogyha ezt meg tudnánk úszni, akkor egy hazai rendezésben, hazai közönség előtt bármi összejöhet. A nyíregyházi úszók a hét második felében még medencébe szállnak. 80 győrben egy több száz versenyzőt felvonultató viadalon állnak rajtkőre, a fiatalabbak közül pedig 40-en Egerben zárják az évet. A két ünnep között 10. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a műfüves kispályás focitornát. A Filó focicsarnokban december 27-től 29-ig 36 csapat lép majd pályára az 1 millió forint összdíjazású tornán. Jubileumhoz érkezett a két ünnep közötti műfüves torna, a jövő hét végén 10. alkalommal játszanak majd a Filófoci csarnokban a csapatok. Az 5+1-es formációban pályára lépő együttesek 5x2 méteres kapura futballoznak majd. Már a nevezési határidő letelt előtt jelentkezett 32 gárda, de mivel továbbra is vannak érdeklődők, valószínűleg 36-ra nő majd a létszám. Nagyon sok olyan csapat van, akik már beiratják magukat az ősz folyamán, sőt, nem is kell szólniuk, már szinte a városba vagy a megyébe járva, csak egymásra nézve ott leszünk. Azt tudom mondani, hogy több megyéből, Miskolcról, Budapestről jönnek idén is csapatok, és azt tudom mondani, hogy mi öregszünk lehet, de a torna fiatalodik. Nagyon sok fiatal adta le nevezését, úgy baráti társaságok, úgy összeszokott akár ifi csapatok, illetve nyíregyházi és más akadémiákon nevelkedett fiatal játékosok is, hiszen két ünnep között hazajönnek Nyíregyházára, Szabolcsba, vagy a barátok, akik ide valósulják, lehívják őket, és akkor a barátság ápolásán túl még fociznak is egy jót. Ahogy az elmúlt években, idén is több korábbi élvonalbeli futballista is ott lesz majd a pályán. A mi csapatunkban az Igor Bogdanovics neves játékos, a Kerekes Zsombi, a Habi Ronald, ugye a Debrecennek az ikonjai biztos, hogy pályára lépnek.
hazai színben, és emellett bízom benne, hogy NB1-es, NB2-es, NB3-as, illetve a megyei labdarúgók zöme itt összpontosul majd karácsony után. A torna összdíjazása 1 millió forint, a győztes csapat 500 ezer forintot vihet majd haza. Emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A torna december 27-én péntek délután kezdődik, a döntő két részvevője pedig várhatóan vasárnap 17 óra körül lép majd pályára. Híradunk végén, jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Több mint 200 új eszköz került a megye kórházaiba. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ támogatásával megvalósult géppark fejlesztés keretében a 15 évnél idősebb altató és lélegeztetőgépeket cserélték le, mellyel több intézményben vált biztonságosabbá a betegellátás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház célja, hogy minél modernebb eszközökkel dolgozhassanak az orvosok. 50 főnek biztosít ellátást és fejlesztést az Éfolyész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének újfehértói intézménye. A gyerekek és a felnőttek egyaránt készülnek a karácsonyi időszakra, betlehemes játékkal lépnek fel különböző évvégi rendezvényeken. A verstanulás és a kreatív feladatok egyaránt segítik a gyógypedagógusok fejlesztő munkáját. Közel 5 millió forintból vásárolhatott sporteszközöket a nyírszülősi Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézménye. Ezt az összeget a város 35 önkormányzati óvodája kapja meg a napokban, amelyből saját igényei szerint vásárolhat sportcélú játékokat. A forrást az önkormányzat biztosítja abból az összegből, amely az adott évre szánt sportcélú felhasználási keretből megmarad. A nyírszülősi gyerekek labdákat, rollert és két kültéri trambulint kaptak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 17-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerda reggelig fátyol felhős lesz az ég, több helyen képződhet ködés, szitálás is előfordulhat néhol, a szél helyenként megélénkül, 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Napközben is fátyol felhős idő várható, szűrt napsütéssel, a köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Csapadéknak kicsi az esélye, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul. A következő napokban is meghaladja a hőmérséklet a sok évi átlagot. A változóan felhőség mellett az ország nagy részén kisüt hosszabb, rövidebb időre a nap, de csütörtökön napközben is megmaradhat a köd, illetve a réteg felhőzet. Szombaton egyre több felé beborul az ég, és elered az eső, vasárnap pedig még több helyen kell számítani esőre, záporra.